Üdvözlök mindenkit a Modern Test csatornáján. Ismételten egy dobozbontással készültünk nektek. Ezúttal a Tamiának a nemrég kiadott Ford Mustang GT4-es makettjét hoztuk el 1.24-be. Egy eléggé szép nagyméretű dobozt kapott a készlet. Szép vázlatképek kell látva. Kétféle festést, shell. Akkor nézzünk is bele a készletbe. A készlet eléggé jól meg van pakolva, eléggé nagy öntőkereteket kapunk, mégis lehetett volna. Kapunk egy karosszériát, króm öntőkeretet, egy átlátszót, külön zacskózva szokás szerint a gumikat, illetve a alkatrészeket. Ezek teljesen sima versenygumik. Illetve még három öntőkeretet találunk a készletben. Kapunk egy correction lapot, helyes alkatrész felhasználásról. Kapunk két matricalapot, ez az első, illetve a második, ezen leginkább a Ford logók, illetve a kétféle festéshez való csíkok vannak rajta, illetve a biztonsági öv. Ezen kívül szokás szerint a Tami autókhoz megkapjuk a maszkolólapot, a szélvédőhöz. Szokás szerint a rajz ez nem pontos, sokkal kisebb a vágás. Ezen kívül kapunk magáról az autóról egy kétoldalas leírást, illetve a festési rajzot. Matricázási tervvel, az összerakási rajz, illetve a Tamiya szerszámokról és trükkökről egy rövid leírást is kapunk a készlethez. Nézzük is a rajzot. A készlet AB jelöli, hogy melyik festéshez kell az autót legyártani. A motor az szinte minimális a kidolgozás, mondhatni nulla, eléggé szép felfüggesztés látni a rajz alapján. Eléggé részletesen ki van dolgozva, szokás szerint mozgatható első kerekekkel, kipufogó csövek. A beltér ez roppant egyszerű felépítésileg. Nyilván a verseny autónak a belterét kapjuk a készletbe, így nincsen kidolgozva benne a több ülés, illetve a kárpit. Eleven kapunk bukókeretet, a készletbe csak egyetlen gyűlést kapunk, az ugyebár megkapjuk a korábban látott biztonsági övet, és feliratokat is. Az oldalajtók hiába egyszerűek, külön vannak, szerencsére sokkal könnyebb festeni. Műszerfal, matricákkal ellátva. Itt kezd építeni a karosszériát. A motorháztetőn elhelyezkedő hűtő bordák külön alkatrészek. Ez nagyon jó, megkönnyíti a festést. Hátul az alsó rész is külön alkatrész. Ebbe megy bele a króm kipufogócső.
hátsó fényszórók, és a középelem is külön. Nagyban meg tudja könnyíteni az autó fényezését. Első lökhárító. Hűtőrácsok. Előső terelő szárnyak. Itt az első fényszóró, egy eléggé érdekes építés, mert ami a új autóitól már nem idegen, rendesen szétbontja a fényszórót, viszont nagyon könnyűvé teszi ez a festését. Látható az ablakmaszkolás, ezúttal kívülre is kapunk egy darab maszkolót, amivel az ablak alatti részt tudjuk lefesteni. Oldalsó küszöbök is felkerülnek a rajzban. Ablakokkal után kerül be az alváz. Szokás szerint nem feltétlenül kell ragasztani az alvázat, hanem stiftesen beilleszkedik. A hasi páncélzat, szárnyak, kilincs, különböző lemezek. Nagyjából ennyi is lenne a rajz. Akkor nézzük is meg magát a készletet. Maga a karosszéria eléggé szép. Nem látni rajta öntési hibát. Egy öntési csíkokat sem nagyon látni rajta. Ami gyakran előfordul az autóknál. Minimálisan talán, mintha karcos lenne a első lökhárító. Nem feltűnő. Egész szép élesek az ívek. Meg is van. Minimális sorja látható a motorháztetőnél. Belül szokás szerint a felirat, ezt ki kell csiszolni, jó esetben pozícionáló részek a ablakok behelyezéséhez. Ezen a kereten megkapjuk az előső lökhárítót. Jól látható. Eléggé szépen kidolgozott lökhárító. Megkapjuk a alvázat. Kerékdobokkal. Vázzal kidolgozva. A belteret viszont itt már külön kapjuk. Legtöbb versenyautónál, ami ezt nem szokta megcsinálni. Az illeszkedést megnézzük. Mégis mennyire pontos a karosszéria illeszkedése. Mondhatni, teljesen pontos a karosszéria illeszkedése. Nagyon könnyen felcsúszott a helyére. Eléggé pontosan meg is állott. Nagyon jól ki van alakítva összekötő tüskék. Eléggé pontos készletnek néz ki ez alapján. Ezzel a kereten még megkapjuk a bukókeret részeit, a tükröket, felfüggesztés egyes elemeit, a vontatóhorgokat, a beltérbe pár apró ságot. Következő fekete kereten megkapjuk a rácsbordákat, ezek szépen át vannak fúrva. Ezzel nem kell dolgozni. Itt kapjuk meg a fényszóróknak a betétjét. Oldalsó ajtókat szépen szegecselve, haspáncélrészt, illetve hátulra a diffúzor elemet, illetve a szárnyat is
szárny közepét, a felfüggesztőit, illetve a szárny függőleges részeit is itt kapjuk meg. Egy kormányt, műszerfal, eléggé egyszerű kialakítás, súverziót. Az előső terelőszárnyakat, illetve az oldalsó küszöbök és a hűtőrácsok is itt helyezkednek el. Eléggé szép kidolgozással kapjuk meg őket. Illetve magát a hátsó küszöb részt, ahol a kipufogók fognak elhelyezkedni. Következő kereten megkapjuk az alváz további részeit, lengőkarokhoz, kardántengelyt, váltót, illetve a motornak a kidolgozott részeit. Ezen kívül megkapjuk a kerekeket, a szokásos Tamiya módszerrel a keréken van a tüske. Gyönyörű szép fékeket látok, nagyon szépen ki vannak dolgozva, befolyatással meg lehet csinálni őket, felfüggesztést, kipufogócső részt kapunk még egybe. Eléggé szépnek tűnik. Majd az ablakok, gyönyörű szép tiszták, tükrösek, semennyit nem torzítanak, teljesen jó állapotúak, gyönyörű szép ablakokat kaptunk a készletbe, illetve a fényszóró üvegezéseket. Króma alkatrészek. Itt is nagyon szép krómokat kapunk. Hátsó féklámpáknak a betétjei, az előső fényszórók elemei, illetve a kipufogócső, sőt az oldalsó tükröket is így kapjuk meg. Legvégén pedig a kerekek. Szokás szerint külön zacskóban kapjuk a gumibetéteket a kerék belsőkhöz, illetve magukat a gumikat. Nekem középen van egy-egy csík, ezt el kell csiszolni, különben szép állapotúak. Feliratok nincsenek rajta a szélén, viszont eléggé szép fékonyak. Köszönjük szépen a figyelmet, hogy végignéztétek ezt a videót. Iratkozzatok fel csatornánkra további új videókért. További jó maketezést!